Megkésett karácsonyi ajándékot adott át hétfő délután az SMR Hungary BT a Moson-Magyaróvári Karolina Kórház számára. A hagyományos tavalyi évet értékelő, következő időszakot előrevetítő értekezleten majd 250 munkavállaló vett részt, mindazok, akik az adventi időszakban jótékony célból süteményt vásároltak, így támogatva a kezdeményezést. Negyedik alkalommal fogunk átadni egy adományt. Az idei évben a Karolina Kórház szülészeti és nőgyógyászati osztályát választottuk. Minden évben decemberben, az adventi időszakban van egy jótékonysági sütivásárunk. Erre a kollégáink készülnek süteményekkel, apró kézműves ajándékokkal, és ezeket árulják, de ez az eladás, ez tulajdonképpen egy adományozás, hiszen mindenki annyit ad azért a süteményért vagy ajándékot, amennyit gondol. Viszont minden évben nagyon szép összeg szokott összegyűlni. A tavaly decemberi adománygyűjtésen 700 000 forintot sikerült összegyűjteni a dolgozóknak, amit hagyományosan a cég megduplázott. Így ez alkalommal 1 millió 400 000 forintról szóló jelképes plakátot adtak át a cég képviselői a kórház számára. Egy CTG-t vásároltunk, ennek tulajdonképpen az a lényege, hogy az újszülöttöket az édesanyjukkal együtt tudjuk monitorizálni, figyelemmel kísérni a terhességük végefele és a szülés alatt is. Ez egy nagyon fontos, nagyon drága műszerről van szó. Ez az a műszer, amelyet a kórház már korábban megvásárolt ebből az összegből. Dr. Balog Elek főorvos elárulta, az lenne az ideális, ha ezeket a létfontosságú felszereléseket nem adományokból kellene beszerezni. A mai világban általánosan azonban kijelenthető, hogy a kórházaknak, így a Karolina Kórháznak is szüksége van adományokra. A főorvos ezért reméli, az emberek adományozó kedve a jövőben sem csökken, hiszen nagy szükség van rájuk.